nézőink, akkor most egy régi, régi, régi témát fogunk elővenni. Fehér Tibort köszöntöm a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos válaszmányának tagját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a nézőket! Én azt írtam föl magamnak, még a hétvégén, amikor gondolkodtam azon, hogy kivel, miről fog beszélgetni, már megint ugrálnak a pedagógusok kérdőjel, sok kérdőjel. És az, azért is úgy hogy ezt fölírtam magamnak, mert ugye pont tegnap olvastam az önök szervezetének, a másik szakszervezetnek a közleményét, melyben ugye azt írják, hogy ha nincs béremelés, akkor gyerek megőrző válnak az iskolák. Nem értem. minden szavát értem, de az a lehetőséget nem értem ugye, amiről folyamatosan beszélünk, és itt mi is már többször beszéltünk róla, az a pedagógus bérek kérdése. Ugye. Tehát, hogyha maradnak ezek a bérek, akkor gyakorlatilag nem lesz, aki a gyermekeket tanítsa. És ebbe azt hiszem, hogy teljesen mindenki egyet tud érteni, független politikai hovatartozástól, hogy a pedagógusok és a gyermekek megfelelő oktatása az egy alap kellene, hogy legyen. Na most, ha ez nem történik meg, akkor az iskolák gyakorlatilag gyerekmegőrzővé fognak változni, hiszen persze ott le lehet rakni a gyerekeket, valaki majd biztos fog rájuk figyelni, de minőségi oktatás azt nem fognak Kapni. Tehát, ugye azt látjuk, hogy ami van az oktatásban jelenleg, az inkább egy ilyen ellenőrzős funkció. Arra beze, nagy pénzeket különítettek el, ezt meg is írtuk a ne ingyen oldalunkon. Viszont, amikor a bérekről van szó, akkor újra meg újra arról kell beszélnünk, hogy valahogy csak nem emelkednek. Vagy hogy van egy ilyen utalás, hogy majd a következő ciklusban, Ugye ennek az ideje lejárt. Tehát ezért a társ szakszervezetünkkel most bejelentettük, hogy ismételten megalakítjuk a sztrájkbizottságot, és öt napja van a kormányzatnak arra, hogy kijelölje a tárgyaló tárgyalópartnert. Ha azt mondja, hogy minden oldal egyetért ezzel, akkor miért nem történik semmi? Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy nem értem. Tehát, hogyha azt mondjuk, mert mindenki azt mondja, minden politikai oldal szereplője azt mondja, hogy igen, szükség van a minőségi oktatása. Akkor mi történik? Tényleg értetheten ez az egész számomra. Hát pontosan ezt kell szétválasztani, hogy az oktatásban dolgozóknak elej, elegük van abban, hogy azt mondják, hogy a minőségi oktatás fontos, a pedagógusok fontosak, a konkrét cselekvéseket szeretnénk látni. Tehát ugye mindenkit, hogyha megkérdez arra, hogy fontos a minőségi oktatás, fontos. Fontos, hogy azok a szakemberek, akik ott vannak, Fontos. meg fizetve. Fontos, megtörténik, nem történik meg. Tehát pontosan ezért mondjuk azt, hogy itt január 1-től a minimálbérhez kellene például kötni a pedagógusoknak a bérét, mert lehet, hogy a nézőknek nem egyértelmű, de 2015 óta nem követi a minimálbér emelést a pedagógusok fizetése. Tehát amikor arról van szó, hogy a saját méréseink alapján lakhatási válságban vannak a pedagógusok, mert nem tudják ugyanúgy fizetni az egészséges életvitel szükséges egyéb költségeiket, a lakhatást és még egyéb innen onnan adódó költségeiket, az nonsense És fontos, hogy nem azt mondjuk, hogy a többi dolgozó ne kapjon többet. Tehát persze nyilván az, hogy a bérek emelkednek, az egy jó dolog, de az, hogy a pedagógusok bérei aránytalanul alacsonyak, mondjuk az OCD országaihoz képest, konkrétan az utolsó helyen állunk, akkor ez mégiscsak indokolt, ez a sztrájk követelés. Az, hogy megalakul a sztrájk az a jelenlegi sztrájktörvény alapján mit jelenthet? Mert mondhatja a kormány azt is, kérdezem én, vagy mondhatja é, hogy hát alakítsatok sztrájkbizottságot, hiszen én úgyis elősen leszabályoztam a sztrájkjogokat. Természetesen mondhatja, de hál' Istennek még ez a valódi sztrájkjogot nem adó, de sztrájk törvénynek nevezett törvény azért azt magában foglalja, hogy tárgyalni legalább kell. Ki kell jelölni a miniszterelnöknek öt napon belül azt az embert, aki velünk tárgyal. Azon már túl vagyunk, hogy kinek van joga kijelölni, kit, kinek az illetőség, ezt már lefutottuk a következő körökbe. Vannak is ezzel kapcsolatban korábbi jogi lépéseink, amivel megyünk tovább. Itt ugye a még elégséges szolgáltatásokra gondolok. Szinte nem biztos, hogy egyértelmű minden nézőnek, hogy nem olyan egyszerű az, hogy valaki el elkezd sztrájkolni, bejelenti, és akkor másnaptól már mehet a történet. Persze, papíron mindenki sztrájkolhat, viszont vannak olyan ágazatok, vannak olyan területek, ahol úgynevezett még elégséges szolgáltatást előírhat. Az azt jelenti, hogy még sztrájk alatt is valamennyi munka a végzést megköltelhet. A mi álláspontunk az, hogy az oktatás nem olyan, mint mondjuk a vízműnek a működése, vagy mondjuk az elektromosságnak a biztosítása. És így egész egyszerűen, amikor korábban azt mondták, hogy hát egy olyan 90%-os még elégséges szolgáltatás az úgy beleférhet. Hát hogy akkor hol a sztrájk? Tehát azért mondom, hogy itt már ezeket a korábbi köröket lefutottuk. Mi szeretnénk látni azt, hogy kivel tudunk tárgyalni, és ezeket a pontokat végre legrosszabb esetben el kell vinni a sztrájkig. Azért mondom ezt így, mert alapvetően ez az utolsó eszköz a kezünkbe. Ez. kormányzatok is, munkavállalók is, és valamilyen értelemben a szakszervezetek is szeretik elkönyv, hiszen ez egy konfrontatív eszköz. Szeretnénk azt látni, hogy erre ne, ne, kerüljön mód, de készek vagyunk a társ szakszervezettel, erről is állapodtunk meg a napokban. És jelenleg milyen, kötelező, milyen arányú a kötelező szolgáltatás mértéke? Hát ugye ez megállapodástól függ, és a esetben, hogyha van egy helyi sztrájkbizottság, akkor a helyi dolgok érvényesek. Én azt emelném ki, hogy ami viszont nem helyi, hanem országos, az a pedagógusok bére mellett az egyéb oktatásban dolgozóknak a bére. Ott is a garantált bérminimumot emelni kell. Az viszont országos, tehát ugye mindig arról van szó, hogy mennyi a még elégséges szolgáltatás, mennyi az a munkateher, amit el kell látni. Mi szeretnénk végre eltolni a párbeszédet, illetve a konfrontációt a bérek oldalára. Kinek kell dönteni a kormánynak, vagy a parlamentnek kellé -e dönteni az, ahhoz, hogy a pedagógus béreket, hogy visszaigazítsák a 2015 előtti állapotokhoz. Nyilván ez egy költségvetést érintő dolog, tehát ilyen szempontból a parlamentnek a hatáskörébe tartozik, de hogyha lehetek egy kicsit pikért, és ebbe a helyzet már Ó, nehezen, meg vagyok nehezen tudok más lenni, akkor elég lenne visszamenni az eredeti mondáshoz. Hiszen amikor még annó 2010 után kormányváltás volt, az volt a mondás, hogy majd a minimálbérhez lesznek kötve a pedagógus bérek. Hogy ami történt, akkor átalakítás csomó ilyen béren kívüli juttatás elvétele, óraszámok növekedésével, ugye rögtön azt lehet mondani, hogy emeltünk igazából béreket, de hogyha összességében megmondjuk a bértömeget és az egyéb juttatásokat, hogy, hogy, nem, nem látjuk azt a nagy emelkedést, noha el lehet adni a választóknak azt, valóban nagy emelés történt. Egy fontos dolog viszont változott 14-ben, hogy nincsen a pedagógusok bére a minimál bérhez kötve. És ehhez fogok újra, újra visszatérni, akárhányszor erről beszélünk, illetve az oktatás szóba körül, mert ez az az Archimédeszi pont, amit meg kell ragadni. egészen egyszerűen vissza kell menni a saját mondásaikhoz. Illetve bármilyen másik kormányzatról van szó, ez attól teljesen független. De hogyha oda tud visszamenni a döntéshoz, amit ő maga mondott, hogy ne legyen álszent, és valóban segítse a pedagógusokat, egészen egyszerűen ez a döntéshozási pont szükséges. Mi volt a, egyébként ennek a döntésnek az alapja, amikor ezt kivették, hogy a ideigazítsák a pedagógus béreket? Egy ez az a válasz, ami bennünket is rettentően érdekelne, hiszen nem azt látjuk, hogy mondjuk hihetetlenül javult volna bármi, hihetetlenül változtak volna a munkaterek, vagy bármi olyan szempontból változott volna, ami egyáltalán indokolt volna a hasonló lépést. Nem, itt ugye azt látjuk, és azt véljük felfedezni a többi szakszervezette való kapcsolattartásból is, hogy a szociális ágazat, az oktatás, illetve az átképzés, az egyéb ilyen területek, ahonnan a kormányzat pénzt von ki, az oktatásból is pénzt von ki. Persze beszéltünk arról, hogy különbözően robotikai eszközökkel megtámogatják, vagy a szakképzést átalakítása, de nem ilyen extra dolgokra kell gondolkozni, hanem a minimum feltételekről. Bérek, munkakörülmények és egyebek. Ezért a sztrájk követeléseknek az egyik pontja például az is, hogy állítsák vissza azokat az óraszámokat, amik korábban voltak, például a 22 órát, hiszen azt kell látni, hogy amíg a pedagógus bent van a teremben, és ez igaz óvodapedagógusokra is, nem csak általános iskolákban vagy, vagy gimnáziumban dolgozó pedagógusokra, az egy része csak a munkájának. Persze. Ő egy szellemi dolgozó, aki otthon készül, adott esetben átnézi a kúrens irodalmat, hogy milyen változások vannak, mi az, amit hozzá kell tenni adott esetben a tankönyvekhez, és ez munka. Ez ugyanúgy meg kell fizetni, hogyha egész egyszerűen már 45-50 órára csúszik föl a, a munkaidő, akkor nem, hogy az aránytalan a bérekhez hanem ez egy olyan túlmunka, ami nincs megfizetve. Jó, hát ezt igazolni tudom. Van a családban pedagógus, aki jó esetben, jó esetben minden nap 11-kor le tudja tenni este Így a, a tollat. Ha Így van. nem olyan jó az eset, akkor az inkább fél-egy-egy a tollat. Azt kiszámolták, hogy mondjuk ez a önök által várt döntés mennyibe kerül a költségvetésre? Hát itt ugye mi nem vagyunk egy számoló bizottság, mi azt mondjuk, hogy ez a pénz egyéb olyan területeken már bőven ott van, ami tudná fedezni a pedagógusok bértömegének növelését. Tehát itt ugye a szakszervezeteknek gyakran felteszik ezt a kérdést, hogy jó, de megvan rá a pénz. Visszakérdezhetünk, hogy az egyéb területekre elszórt pénzekről, akkor honnan van ugye a pénz. És ez azért fontos kérdés nagyon, mert hogy már említettük a pedagógusokat az oktatásban, pedagógiai és egyéb alkalmazottakat is, de talán az asszisztensekről nem esett még szó, mert az ő béreik is benne vannak ebbe a bérnövekedésben, amikor gyógypedagógiai asszisztensekről, pedagógia asszisztensekről beszéltünk nekik, hogyha nem 40 órában effektíve gyerekkel lekötve kellene dolgozni, hanem ugyanúgy, mint a pedagógusoknak volna például 5 órájuk arra, hogy föl tudjanak készülni, regenerálódjanak, stb. 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 Nem olyan értelemben pihenés, mint egy munka utáni idő, hanem a munkához kötődő fölkészülési idő, A szintén például ezért lett beemelve a sztrájk mert aránytalan teher van rájuk az egyéb oktatásban dolgozókhoz képest. Tehát amikor bért tömegről beszélünk, meg hogy honnan tudjuk ezt előteremteni, akkor a válasz ez, hogy egyéb területeken már ott van, de az ő béreiknek és az ő munkaidejüknek a megbecsülés és része kell hogy legyen. Végezetül azt szeretném megtudni, hogy a politika az mindig szeret játszani az érzelmekkel. Mit tudnak tenni akkor, amikor az, sejt, az a sejtetés hangzik el, hogy ó, hát bemegy reggel nyolcra, fél nyolcra, kijön délután kettőkor, majd hazamegy, és Habzsi Dőzsi, uh -huh. ó, és arról is beszéljünk, hogy ott a nyár, és milyen vastag a szület. Hmm. Önök ezzel nem hogy tudnak fellépni? Hát egész egyszerűen úgy, mint például ön, hogy van a családban valaki, akire ha ránéz az ember, látja, hogy a propaganda nem igaz. Nekünk ugyanez az eszközünk. Összegyűjtjük azokat a történeteket a ne dolgoz ingyen oldalunkon, és hogy fölmutassuk azt, hogy a propagandával szembe ez a valóság. Más eszközünk nincsen, de ez a szakszervezeteknek, ha úgy tetszik, a történelmén átívelően is a feladat, hogy felmutassa azt a dolgozói valóságot, amivel szembe kell néznünk. És arra biztatunk mindenkit, hogy ne csak kövessen bennünket, hanem hogyha az oktatásban dolgozik, lépjen be. Hogyha néző vagy érdeklődő, vagy szimpatizáló, akkor lehet pártolótag, mert itt tudjuk felmutatni azt a valóságot azokkal a képekkel szemben, ő is ide idézett. Azt mondja, hogy az oktatásban dolgozik, akkor lépjen be. Jelenleg milyen arányban vannak? szakszervezeti tagok a pedagógusok között. Mert azért ez egy nem lényegtelen szempont. Nem lényegtelen szempont, és itt kontextusban érdemes nézni, hogy Magyarországon Igen. alacsony, minden területen a beszervezettség, és ez olyan szempontból merül fel, hogy amikor rámutattak a szakszervezetre, hogy miért nincs sztrájk, miért nincs fellépés, akkor ugye nagyon egyszerű lenne vissza kérdezni, hogy hát miért nem lépsz be a sztrájkot, valakik megszervezik, valakik működtetik, ehelyett viszont lehetne azt mondani, hogy nézd, így néz ki a kép, nincsen a szakszervezet, mi vagyunk a szakszervezet, mindannyian, akik benne vagyunk, és ezért lépünk, mert minél több aktív ember van, annál jobban tudjuk szervezni. Jó, és mikor küldték el ezt a levelet a miniszterelnöknek? Ez már el volt küldve a bejelentés napján, tehát amikor az élő egy év volt, akkor ez megtörtént. Innentől kezdve már ketyeg az öt nap, tehát bőven benne vagyunk, várjuk a kijelölést. Ez mondjuk akkor jövő hét elejéig legkésőbb le kell, hogy teljen? Legkésőbb, de már előbb is le kell, hogy teljen így. Van. Akkor kíváncsi leszek, hogy mit milyen tárgyalások kezdődnek meg a felek között. Hát kívánom azt, hogy sikerrel járjanak. Köszönjük ne kerüljön sztrájkra, mert abból csak feszültség van, és ha tudunk valami eredményt, részeredményt, féleredményt, akkor szeretnénk újból keresni. Köszönjük az érdeklődést, Köszönjük itt leszünk. szépen, hogy itt volt. Köszönjük szépen.